Köszöntöm a Sopron Televízió valamennyi kedves nézőit. Önök Hajrá Sopron című sportmagazinunk aktuális adását látják. Rögtön térjünk rá aktuális tartalomérzékünkre. A Magyar Kupa döntő előtt Kecskeméten lépett pályára a Soproni KC. Skobis Zoltánnal, az év játékosával beszélgetünk a bowling életről. Beszámolunk a Schwabs Enyeme legutóbbi mérkőzéséről. Végül Subko Attilával, a Svitelszki Soproni VSL labdarúgó csapatának szakmai igazgatójával taglaljuk csapata felkészülését a hétvégi MB2-es rajtra. A hétvégén Kecskeméten a férfi kosárlabda élvonalbeli bajnokságban két olyan csapat találkozott, akik az elmúlt héten hétközben vereséget szenvedtek. A házigazda Kecskemét Jászberényben szenvedett vereséget, míg a Soproni KC itthon a Körmend ellen maradt alul, ezzel véget ért a Soproni együttes hosszú veretlenségi sorozata. Kiélezett, érdekes mérkőzése volt kilátás. Szoros első negyedet hozott a találkozó. Hol a Kecskemét, hol a Sopron vezetett, mindkét oldalon az idegen légiósok húzták csapataikat. Az első etap egy kihagyott híres városi triplával zárult, valamint egy pontos soproni vezetéssel. A folytatásban a Lilafehérben játszó hazai csapatban Mészáros nőtt fel légiós társai mellé, ám Rancsics pontjai közel tartották a vendégeket. A negyed derekán Ivosev pillanatai következtek, kosarainak köszönhetően 5 ponttal megléptek a hazaiak, és előnyüket a szünetig tartani is tudták. Pontatlanságokkal rajtolt a második félidő, ám ebből a Kecskemét jött ki jobban, így még 4 pontot tettek a korábbi előnyük mellé. Sabáli Balázs, a Sopron KC vezető edzője kénytelen volt időt kérni, de ez sem tudta megtörni a hazaiak lendületét. A soproni együttesben Tóth Gergely megállíthatatlan volt, de igazán társai nem akadtak, míg a kecskemétieknél jobban megosztottak a terhek. A negyedik negyedben aztán fokozatosan egyértelművé vált, hogy ezen a napon nem tud nyerni a Sopron. Boris Majkovics csapata a 35. percben, Pongó Máté 3-asa után már 17 ponttal tartott előrébb, ezzel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. A végére sikerült Larosnak valamelyest csökkenteni a különbséget, de ez már nem befolyásolta a végkimenetelt, így magabiztosan 83-72 arányban nyert a Kecskemét. A Soproni Bowling Klub játékos, a szakmai vezetője, elnöke mondhatni mindeneses Skobis Zoltán a vendégünk, aki 2015-ben az év játékosa lett a magyar bowling mezőnyben. A korábbi kitűnő kosaras jó negyedszázad a bowlingozás után élt a csúcsa második sportágában. Van tehát miről beszélgetnünk. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Skobis Zoltánt. Zoli, említettem a bevezetőben ezt a jó negyedszázadot, hogyha visszatekintünk egy kicsit a 25 évvel esztendővel ezelőtti dolgokra, vagy egyáltalán arra, amikor aktív kosárlabdázóként még szurkoltunk neked, mikor volt az az elhatározás, hogy sportágat váltasz, és egyáltalán hogyan találkoztál a bowlinggal? Hát kicsit merüljünk el itt a múltba. Hát úgy, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy már nem tud futni a fiatalokkal a kosárpályán, akkor abba kell hagyni. Így kezdődik. És akkor utána eltelik egy kis idő, aztán arra gondol, hogy hát valamit mégiscsak kéne csinálni, és akkor hát a munkámmal kapcsolatosan felmerült ez a lehetőség, hogy bowlingozzam. Először csak úgy kestelésből, aztán úgy alakult, hogy megfogtuk a golyót komolyabban, egy kis osztrák segítséggel, és hát elkezdtünk játszani, és eddig jutottunk. Mit adott számodra ez a 25 esztendő? Ugye szépen fokozatosan, folyamatosan építettétek fel itt a bowling életet, de hát voltak közben sikerek, szép eredmények, vagy egyáltalán olyan emberi kapcsolatok, amelyekre biztosan szívesen tekintesz vissza. Igen, a hős idők a 90-es évek eleje közepe, amikor még teljesen amatőr szinten játszogattak. Még nem csak Sopronban, hanem még Magyarországon is. Hát ez igazából annak az volt az oka, hogy nem volt se pálya, talán hagyomány sem annyira, és hát és akkor peregtek az évek, elkezdtünk ugye járni Ausztriába, próbáltunk infókat szerezni hozzá, edzőkhez jártunk, gyakoroltunk, aztán később jobban belemerültünk, ezt mindnem 98-ban megcsináltuk a klubot is. És hát hadd említsek meg itt egy pár ősi hős játékost, itt ugye gondolok a klub alapítóira,
Német Iván, jól emlékszem, talán Simon Robertet kéne még kiemelnem, aki itt ősi játékos volt, ma már nincs közöttünk egy sajnálatos sérülés miatt, vagy talán Pála Patriciát tudnám megemlíteni, Német Balázs. Hát, hadd ne említsem a többit, jó páron voltunk, a teljes igényessége nélkül mondtam őket, akit kifelejtettem, elnézést kérek tőle, de éppen ugye tegnap lapozgattam így az almanakokat, és hát nagyjából olyan 50 játékost kéne felsorolnom, bevallom őszintén, nem igazán megy, de köszönöm mindenkinek, aki csak egyet is gurított itt a soproni bowling életben, versenyszerűen vagy amatőr módon, és ezzel elősegítette azt, hogy itt kialakuljon egy, most már bátran mondhatom azt, hogy hagyományosan sikeres sportág a városban. Egy nagy köszönöm mindenkinek. A 2015-ös esztendőben az év játékosa címet kaptad meg. Úgy tudom, hogy talán ez az egyetlen egy elismerés volt, amely Magyarországon hiányzott számodra. Mit kellett ehhez tenni? Mi alapján ítélték oda? Hát a tavalyi év során ugye a ranglista versenyek folyamán kell pontokat szerezni, és ugye ezeket összesítik az év végén, és akinek ebből a legtöbb van, az az év játékosa. Hadd emeljem ki, hogy ez nem jelenti azt, hogy az év legjobb játékosa, ez az év játékosa. Ezt kérted, hogy külön hangsúlyozzuk. Igen. Ki lett egyébként az év legjobb játékosa? Hát konkrétan ilyet nem lehet mondani, hogy ki a legjobb játékos, talán más sportágokban sem tudjuk azt mondani, hogy most ő a legjobb. Fiatalok. Én elsősorban, ha le kéne tennem a voksomat, akkor Soproni Pisárs kérlikre tenném. Már csak hadd beszéljek egy kicsit haza. De ő bizonyította is, hogy az egyik legjobb magyar játékos, mert ugye az év játékos után itt az elmúlt pár hétben volt ugye a Mesterek talán, és azt nagyon fölényesen meg tudta nyerni. Illetve valószínűleg együtt fogunk utazni az augusztusi férfi EB-re is. Válogatott szintén egyébként mit adott neked ez a sportág, mert azért különböző helyekre jutottál olyan fellegvárakba, amelyen hát még elképzelni se lehet itt Magyarországon, tehát hogy milyen szinten űzik a sportágot. Ezek meghatározó élmények? Hadd mondjam azt, hogy igen. Tehát itt amilyen élményeket kaptam utazások során itt az elmúlt jó 15 évben, ugye az első 10 évet azt még inkább egy amatőr státusznak nevezném. Hát, hogy Európa szinte valamennyi nagyvárosában, ahol érvényes bowling élet van, illetve EB-ken, VB-ken, világkupákon vettem részt, úgyhogy egy csepp hiányérzetem nincs ebből. Hát talán ki kéne emelnem ebből egyet vagy kettőt, akkor talán a malajziai világkupa volt az egyik, ami maradandó élmény, és talán örökre büszke is leszek rá. Illetve hát a 2 VB, amin részt vettem, talán a müncheni volt az emlékezetesebb. Aztán tudnék még sorolni egy-két ilyen szép helyet, de hát hadd leuntassam a nézőket ezzel. És azt még azért szeretném hozzátenni, hogy nyilván, ha ezt egy szám magamba kellett volna elérnem. Tehát nincs csapatom például, akik támogattak, és újra vissza kell térnem erre a... Ugye ez egy csapat, egy közösség volt, aki egymást biztattuk egymás nélkül, szerintem nem értünk volna el semmit. És úgy gondolom, hogy ez nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a későbbiek folyamán már egészen profi módon kezdjük ezt üzni, és én is nagyon sokat köszönhetek ennek az előbb említett bowling közösségnek, mind a mai napig természetesen. Beszéljünk egy kicsit az aktualitásokról, ugye 2015-ös esztendő kapcsán már szóba került a szezon. Hogyan végzett a Soproni Bowling Club, milyen eredményekről tudsz beszámolni? Hát épp az előbb említettem, a tavalyi év egy kicsit hiányos nekem. Tehát úgy gondoltuk, hogy a tavaly előtti bajnoki címet megvédjük. Aztán ez egy-két gyengébb meccs miatt nem jött össze, de ez ezüstérem az a zsebünkbe maradt, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ezüstre azért méltán lehetünk büszkék. A Magyar Kupába ott sajnos csapatunk elvérzett a selejtezők folyamán, de az egyéni első-második helyet azt meg tudtuk szerezni. Úgyhogy ez egy szép eredmény, majd pedig ugye Pisárs Kerik ragyogó, mint az előbb említettem, ragyogó játékkal az év játékosa cím, vagy az év mesterek tornáját begyűjtötte, úgyhogy azt hiszem ezek elég szép eredmények ahhoz, hogy erre büszkék legyünk. És milyen terveket fogalmazhatok meg 2016-ra? Folynak-e már az edzések, melyek a következő feladatok? Azt kell, hogy mondjam, hogy talán abba se hagytuk. Tehát november végén volt vége tavalyi szezonnak, és a
e heti hétvégén fogjuk kezdeni a 2016-os bajnokságot. Két hazai mérkőzéssel, ha csak egy kis reklámot mindjárt, a szombat délután 10 óra és a vasárnap 12 órakor kezdődő két hazai nyitó mérkőzésünknek. Én úgy gondolom, hogy nem szeretnénk alábbodni a tavainál, és ha lehet, akkor talán még egyen följebb is szeretnénk lépni. Ha nem sikerül, akkor csak magunkba fogjuk keresni a hibát. Azt hiszem, hogy mi mindent megteszünk, edzünk rá, és azt is merem bátran mondani, hogy talán az országban a legtöbbet edző és a legprofibb módon készülő csapat az talán a miénk. Na és kik alkotják jelenleg az együttes voltak-e játékos mozgások? Kikből tevődik össze a csapat? Igen, egy kicsit megváltozott a csapat összetétele. A tavalyi keretünkből ugye Farkas János egy sajnálatos térsérülés miatt bejelentette a visszavonulását, tudomásul vettük, igyekszünk pótolni. Ennek érdekében leigazoltunk egy budapesti játékost, Borszéki Pétert, aki nagyon szép eredményeket dobott az elmúlt időszakokban, talán tudja pótolni őt, illetve egy régi volt soproni játékost, Olajos Misit újra soraikban tudhatjuk, és hát a tavalyi keret a Baranyai Robi, a Buci Illuminita, és hát a... Kit felejtettem ki? Gyorsan. Saját és saját magam, igen, bocsánat, igen. Én és az Erik, természetesen a Pisárszki Erik, aki ugye a csapat vezére. Zoli, nem akarok az életkorodban turkálni, de hát két ötös az, amely most a születésig, vagy hát az életkorod mellett áll. Meddig lehet ezt csinálni? Ugye 55 éves vagy, talán még szebben csillog az a bizonyos kitüntetés, amelyet az év játékosaként kaptál, mert hogy azért nem sokan mondhatják el, hogy ilyen időskorban ilyen aktívak, tehát versenyszerűen sportolnak. Hát köszönöm a dicséretet. Addig, ameddig úgy gondolom, hogy versenyképes vagyok a fiatalokkal, addig mindenképpen a magyar mezőnyben játszani fogok. A nemzetközi dolgokat azt már úgy átgondoltam, és azt gondoltam, hogy talán ez az augusztusi brüsszeli férfi EB lesz az utolsó, ami nemzetközi szinten a magyar színeket fogom képviselni. Az Erikkel együtt természetesen úgy gondolom, és utána attól talán vissza fogok vonulni, de a magyar játéktól még nem. Tehát ameddig azt gondolom, hogy versenyképes vagyok, és tudok segíteni a csapatomnak, és ők is úgy gondolják, hogy szükségük van rám, addig mindenképpen vállalom a versenyt. Aztán, ha már nem így lesz, akkor ugye már készülök erre is, mert hát ugye a napjaim és munkám ugye szintén a bowlinggal kapcsolatos, akkor egy másik területre fogok, ami már most is egyébként működik, tehát edzősködöm, versenyt szervezek, akkor ebbe fogom. Így van, tehát megpróbálom azt a rengeteg tapasztalatot, tudást, amit az elmúlt 25 évben összeszedtem, illetve velem megtanítottak, vagy megtanítattak. Ezt megpróbálom egy nálam sokkal, de sokkal fiatalabb generációnak átadni, hogy aztán ez a sportági Csopronban maradjon egy bázis. Zoli, köszönöm szépen a beszélgetést, gratulálunk még egyszer a 2015-ös év játékosa címhez. Jó egészségét kívánunk, és természetesen nagyon sikeres szezont, és várunk vissza titeket. Reméljük, hogy szépen csillogó érmekkel majd a szezon végén. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A Smavs Enyeme férfi kosárlabda csapata az NB2-es bajnokságban a legutóbbi Pápa elleni győzelmet követően a PVSK Pécs közvetlen utánpótlását jelentő PVSK Kronosz gárdájával mérkőzött meg. Az NB1-B legutóbbi fordulójában 8 pontos vendégsiker született. Rosszul kezdte a mérkőzést a hazai együttes, a fiatal pécsi játékosok hamar 10 pontos előnyre tettek szert, amelyet offenzíváival próbált folyamatosan csökkenteni a világosban játszó soproni egyetemi együttes. A második negyedben Karácsonyi Gergely 3 pontosával, majd duplájával sikerült közelebb férkőzni, de a túloldalon mindig volt valaki, aki válaszolni tudott a Smavs támadásaira. A negyed közepén a soproni nevelésű Cukor Bence triplájával ismét jelentőssé vált a különbség. A félidő előtt Balogh Gergely ponterős játékával sikerült kozmetikázni a különbséget, így 5 pontos vendégvezetéssel mentek pihenni a csapatok.
A harmadik negyedben is tartotta 10 pont körüli előnyét a PVSK, majd a negyedik negyedben végső hajrába kezdett az egyetemi csapat. Werner és Németh találata után már csak 2 pont volt a különbség, majd a 37. percben Nagy Gergely kosarával egalizálódott az eredmény. 71-71-es állást követően azonban a végjátékban sajnos több hiba is becsúszott a hazaiak játékába, amelyet a rutinosabb pécsiek kíméletlenül kihasználtak, így 83-75 arányban vereséget szenvedtek. Meg kell tanulni ezekbe a szituációkba játszani. Ha aki látta a meccset, sokszor volt olyan, hogy nem egy, hanem 3 és 4 fiatal volt a pályán. Ugye van 1-2 sérültünk is, akik nem nagyon tudnak még játszani. Én azt gondolom, hogy maximálisan teljesítették a feladatot. Egy ilyen nyomás, egy ilyen stressz helyzetet nem egyszerű kezelni. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor az idősebb játékosoknak kellene hozni a megoldásokat, és hát sajnos igazából ők nem tudtak improvizálni ebbe a helyzetbe. Viszont ahhoz, hogy ezek a fiatal játékosok fejlődjenek és be tudjanak épülni a csapatba, igazi játékos legyen belőlük, játszhatni kell őket. Igen, én azt gondolom, hogy a mai nap egyik gyerekre se tudok rosszat mondani, sőt volt extra teljesítményünk, szerintem a Füzi Robi 15-17 pontot dobott, a Németh Márk is, amikor kellett, a Werner Viktor és a Papp Barna is, tehát abszolút úgy játszanak 17 éves fejjel itt a felnőttek között, hogy le a kalappal. A Smavsz Enyeme együttese a héten a bajnok esélyes Veszprém otthonába látogat. A hétvégén az Ajka ellen folytatódik a labdarúgó MB2-es küzdelemsorozat 2015-16-os szezonja, ennek is a tavaszi része. Az együttes, a soproni VSE a 11. helyről várja a folytatást. Köszöntöm a stúdióban Subko Attilát, a csapat szakmai igazgatóját. Attila, egy kicsit térjünk vissza a szezon elejére, ugye itt volt elnök úr is, vele is megvitattuk az év elején, hogy hát nagyon nehezen indult az ismert problémák miatt a 2015-16-os szezon. A csapat a 11. helyen zárta a téli időszakot, a 11. helyről várja a folytatást. Mennyire vagy ezzel elégedett, hiszen egy teljesen új csapatot kellett szinte létrehozni. Szervusz, jó estét kívánok! Hát igen, a történéseket mindenki tudja. Nyári felkészülésünk az nem igazán úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Ugye az utolsó pillanatban, az utolsó héten érkeztek a fiatal játékosok, akkor egészült ki a keretünk. És hát a bajnokság eleje, az első 6-7 forduló, az rá is ment arra, hogy építgettük őket, próbáltuk összerakni a csapatot, próbáltuk fizikálisan egy szintre hozni a játékosokat. És hát úgy érzem, hogy a 7. fordulótól, vagy a 8. fordulótól kezdve, onnantól kezdve lehetett látni azt, hogy mit szeretnénk játszani, mi az, amire képes a csapat. Szereztünk annyi pontot, hogy ne legyenek nagy problémáink a tavaszi szezonra. Én azt hiszem, hogyha egy kicsit koncentráltabbak vagyunk, akkor ez a 11. hely, ez lehetett volna akár a 7.-8. hely is, mert annyira sűrű a mezőny. Ugye 2-3 pont különbségek vannak, ha jól emlékszem, 4 vagy 5 pont különbség van az 5. helyezett és mi közöttünk, de viszont ugyanez van lefelé is, úgyhogy nagyon nehéz bajnokság elé nézünk. Mikor kezdtétek a felkészülést a tavaszi szezonra? Január 6-án kezdtük el a felkészülést. Az első hét ez egy ilyen könnyebb hét volt, mert akkor terheléses vizsgálatra ment a csapat, és nem igazán lett volna szerencsés, ha már fáradtabban érkeznek oda. És a második héttől kezdve kezdődött el az a munka, amit igazán megterveztünk. Én úgy érzem, hogy a fizikális részét meg tudtuk csinálni, fizikálisan nincsen gond a csapatnál. A taktikai része az, ami a török edzőtáborra tevődött. Ott ugye játszottunk mérkőzéseket, ott próbáltuk összerakni a csapatot, próbáltuk megtalálni mindenkinek azt a megfelelő posztot, ahol jó teljesítményt tud nyújtani. És hát bízunk abba, itt a hétvégi mérkőzés látva, sok minden visszaköszönt azokból a dolgokból, amiket gyakoroltunk. Gólhelyzeteket tudtunk teremteni, gólokat tudtunk rúgni a haladás második csapata ellen. Ez egy jó előjel lehet a hétvégi mérkőzés, és én bízom abban, hogy minden játékos már úgy várja ezt a bajnoki szezont, hogy szeretne kimagasló teljesítmény nyújtani, ami azt jelenti, hogy mindenki azért dolgozik, hogy minél előrébb végezzünk a tabellán. Természetesen a tulajdonosokkal, a vezetőkkel megbeszélt célunk nem változott, szeretnénk az MB2-es tagságot megőrizni, de viszont ezen belül mindenféleképpen szeretnénk minél jobb eredményt elérni. Mennyire vagy elégedett a felkészüléssel, és mennyire
lendített esetlegesen a csapat felkészülésén a törökországi edzőtából, mind sportszakmai szempontból, mind talán a csapat egység összekovácsolása oldaláról? Hát én azt hiszem, hogy amit mondtam, hogy amit itthon lehetett hazai körülmények között elvégezni munkát, azt el tudtuk végezni. Szerencsénk volt, mert még nem mentünk ki az edzőtáborba, addig füves pályán tudtunk edzeni folyamatosan, és azt a munkát, amit terveztünk, el tudtuk végezni. Kint Törökországban pedig megint jó időpontban mentünk el, mert ugye arra az időszakra esett itthon a leghidegebb, havas, sáros időszak, amikor nem tudtunk volna megfelelő munkát végezni. Kint a játékosok jó körülmények között, nagyon jó szállodában, nagyon jó étkezés lehetőségekkel, edzés lehetőségek között tudtunk velük dolgozni. De reggeltől estig együtt voltak, folyamatosan kommunikáltunk velük, egymással kommunikáltak, ami azt jelentette, hogy azért a tavalyi őszhöz képest jobban megismerték egymást, és én úgy érzem, hogy kialakult egy olyan közösség, látva itt az elmúlt hét történéseit, akikre lehet építeni, és akik tudnak egymásért küzdeni. Bízunk abban, hogy ez a bajnokságban is meglátszik majd. Milyen játékos mozgásokról tudtál beszámolni? Sikerült-e minőségi játékosokat igazolni? Hát igazán nagy változást nem szerettünk volna a keretben, inkább távozók voltak többen, ugye több olyan játékos volt, aki a haladástól érkezett a nyár folyamán, ők nem tudták beverekedni magukat a csapatba, vagy volt egy-két olyan játékos, aki szintén nem tudott hozzátenni a csapat szerepléséhez, nekik megköszöntük az itteni szerepvállalásukat, és hát tulajdonképpen három játékost igazoltunk, kapusposztra mindenféleképpen szükségünk volt egy olyan kapusra, aki, hogyha esetleg bármilyen probléma történik a Halasival vagy a Henrik Márkkal, akkor számításba lehet venni. Ezt a Megyeri Gábor személyében megtaláltuk, egy fiatal, ambíciózus játékos. Én úgy érzem, hogy a jövőbe lehet ő rá is építeni majd, ő a jövő embere. Leigazoltuk, vagy pontosabban visszahoztuk a Kapacinavalért, ugye ő már játszott itt nálunk egy fél évet, nyáron szerettük volna itt tartani, de az ismert körülmények miatt ez nem sikerült. Most télen ő visszajött hozzánk, úgyhogy ő az a játékos, akire én úgy érzem, hogy tudunk építeni majd. Valamint még képben van egy csatár, akit szeretnénk leigazolni, mert a keretünket 20 plusz 3 főbe állapítottuk meg, és még egy pozíció hiányzik nekünk ahhoz, hogy meglegyen a keretünk. És kiszemelt van már erre a posztra? Természetesen, múlt hét folyamán itt edzett velünk, úgy döntöttünk a kollégáimmal, hogy őt szeretnénk itt tartani, úgyhogy bízom benne, hogy ő rendben lesz, és még elfelejtettem a Fazekas Gézát említeni, ugye ő tavaly nyáron szintén elment tőlünk Kisvárdára, és ott tél folyamán vissza tudtuk igazolni, végülis ők mondhatók új embereknek, új játékosoknak. Hogyha megnézzük a közvetlen vagy távolabbi ellenfeleket, akkor volt-e valamiféle átrendeződés az erőviszonyok tekintetében, vagy ugyanaz fog megtörténni, vagy ugyanaz történhet meg a következő időszakban is, hogy bárki bárkire veszélyes lehet? Hát én azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy bárki bárkire veszélyes lehetett benne az MB2-ben, viszont azt is el kell mondani, ugye, hogy itt történtek olyan igazolások, gondolom a Mezőkövesd kiserélte a keretét, 11-12 játékost igazoltak, ha jól emlékszem, ugye náluk a cél természetesen a feljutás az MB1-be, Gyirmótra szintén meghatározó játékosok érkeztek, az Alaegerszeg is igazolt játékos, valamint a következő ellenfelünk, az Ajka is, ha jól tudom, 11 vagy 12 játékost igazolt attól a Dunaújvárostól, aki anyagi problémákkal küzdik. Térjünk rá akkor a hétvégi szombati 17 órakor kezdődő Ajka elleni mérkőzésen. Mit vársz ettől az összecsapástól? Hát természetesen hazai környezetben mindenféleképpen a győzelmet várunk a csapattól, mint hogy minden mérkőzésen ezen is a győzelem reményében lépünk pályára, ezért mindent meg is fognak tenni a játékosok. És hát reméljük azt, hogy tudunk előre lépni a tabellán. Ez egy olyan mérkőzés, amiben ugye 3 pont a különbség a két csapat között. Ha tudunk nyerni, akkor 6 pontra el tudunk menni az ellenféltől, fel tudunk zárkozni a középmezőnyhez, ami a célunk lenne. És ezért is mindent meg kell azért tenni, hogy a hazai győzelemmel kezdjük a bajnokságot. Köszönöm szépen a beszélgetést, találkozunk tehát a Városi Stadionban, az Ajka elleni mérkőzésen. További sok sikert kívánok, és bízom benne, hogy minél inkább a tabella felső
részén fogtok tanyázni majd a szezon végén. Jó munkát kívánok és sok sikert. Köszönjük szépen. Végül női kosárlabda. A válogatott szünetet megelőző utolsó bajnoki mérkőzését játszotta a hétvégén az Unika Sopron együttese, akik a Vasas csata otthonában győzedelmeskedtek 99-49 arányban. Az elmúlt héten Török Zoltán, az Unika Sopron ügyvezetője az Euróliga szezont értékelő nyilatkozatában jelentette be, hogy Devero Peters érkezik centerposzton a sérült Lucy Halvorson helyére. Peters képeinken 14-es számmal hazájában a Notre Dame Egyetem végzett, és a WNBA-ben a Minnesota Lynx együttesét erősítette az elmúlt 4 évben. A játékos a szezon első felét a lengyel Krakkó csapatában töltötte. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Önök a Sopron Televízió sportmagazinját, a Hajrá Sopront látták. Kérem, keressenek meg bennünket a YouTube-on is, a Sopron Tube csatornán. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb. Szép hetet, Hajrá Sopron!